Ismét összecsaptak a sárga mellényesek a rendőrökkel Párizsban. Bár Franciaország más településein is voltak megmozdulások, az események középpontja ezúttal is a főváros volt, ahol néhány ezren gyűltek össze. A kezdetben békés felvonulás délután erőszakba torkollott. A rendőrök több mint 100 embert előállítottak. A sárga mellényesek már a 23. szombatra hirdettek meg demonstrációt. A kezdetben az üzemanyagárak emelése ellen fellépő, már a kormány és elitellenes mozgalommá szélesülő csoport tagjai vegyesen reagáltak a Notre-Dame székesegyházatért katasztrófára. Sokan azt kifogásolták, hogy bár az ikonikus templom felújítására már majdnem 1 milliárd euró gyűlt össze, az ő követeléseiket még nem teljesítették. Mások viszont szolidaritásukat fejezték ki a tömegben. A hatóságok betiltották a tüntetéseket a megrongálódott katedrális környékén, és 60 ezer rendőrt vezényeltek az utcákra Franciaország szerte a nyugalom megőrzése érdekében.